Orgoványi Anikó, aranyszárnyú angyal. Az uzmara bajszos téli este kíváncsian lesett be az ablakon. Bálint és kisfuga Annácska a karácsonyi díszeket csomagolták ki a dobozokból. Serényen bontogatták ki a papírba burkolt színes gömböket, behavazott házikókat, fénylő csillagokat. Izgatottan várták, melyikük rá kedvencükre, az aranyszárnyú angyal figurára. Ez a dísz régi öröksége volt a családnak. Még a dédnagymama kapta lánykorában, és azóta minden karácsonykor ez volt a fa ékessége. A gyerekek keze egyszerre csapott le a kis csomagra, melynek vonalai már átsejlettek a papíron. – Én bontom ki az angyalt! – kapott a csomag után Bálint. – Én akarom, én! – kiáltotta panaszosan Annácska, és sírásra görbült a szája. Ezzel elkezdődött a szokásos húzavonna. – Add ide! – Nem adom! – én találtam meg, de én fogtam meg először. Így folyt a civakodás a testvérek között, addig, addig, amíg recs. Az angyal a szárnya letört. A testvérek hirtelen elhallgattak. Az aranyszárnyú angyal a legféltettebb dísz volt az összes közül. Nagymama gyerekkori emlékei fűzöttek hozzá. Mi lesz most? Ragasszuk meg! javasolta Bálint. Elővették a papírragasztójukat, és bekenték az angyal szárnyát, de amint elengedték, az megint leesett. Mondjuk meg a nagymamának, javasolta bátortlanul Annácska. Azt már nem, felelte Bálint. Nagyon elszomorodna. Inkább vigyük át András bácsihoz. Ő mindenhez ért. Biztos meg tudja javítani. Nagymama a konyhában sütött-főzött, nagyon lefoglalt őt a karácsonyi vacsora elkészítése. A két gyerek óvatosan kiosont a házból. Kint már alkonyodott, pedig még nem volt késő, csak így karácsony idején korán besötétedett. András bácsi a szomszédban lakott, mindig segített, ha a nagymama nem boldogult egyedül. Többször vigyázott a gyerekekre is, ha nagymamának dolga volt valahol. Ilyenkor az öreg fabrikált valami egyszerű játékot is nekik, amivel elüthették az időt. A csengetése senki sem felelt. A gyerekek bekukucskáltak az ablakon. András bácsi a kályha mellett a fotelben. András bácsi, engedjen be, mi vagyunk azok, kiabálták a gyerekek. Bentről hangos kutyogatás hallatszott, ami felriasztotta gazdáját. Mi az, mi történt? kérdezte álmosan az öreg. Á, ti vagytok azok? Gyertek be gyorsan, nehogy megfázatok, mondta barátságosan. Mi áradban vagytok ilyenkor karácsony este? Letört az angyal a szárnya. Ez nagymama legkedvesebb karácsonyi dísze, és nem szeretnénk szomorúságot okozni neki. Tessék szíves lenni megjavítani, kérlelték a gyerekek. Na, lássuk csak, mondta az öreg, miközben ingatta a fejét. Hajjaj, itt komoly baj van. Ezt nem elég megragasztani, de össze is kell csavarozni. Azzal fogta szerszámos ládáját, furt varagott, kopácsolt szegecset, s láss csodát, az angyal megint olyan épp lett, mintha nem is történt volna vele baleset. Köszönjük, András bácsi, mivel tartozunk? kérdezték a gyereket. Ugyan már semmivel. Örülök, hogy átjöttetek, így legalább nem voltam egyedül. Tudjátok, a fiam meg az unokáim külföldön élnek, és csak nagyon ritkán látogatnak haza, így aztán leginkább csak a kutyámmal beszélgetek. Igaz-e kócos? kérdezte András bácsi, és megva megvakargatta a pulik vodros fejét. A gyerekek elköszöntek az öregtől, és amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan haza is futottak. Lábújhegyen lopakodtak a házba, de nagymama már várta őket. – Merre csatangoltatok, ti jó madarak? Karácsonykor még a mókusok se dugják ki az orrukat az szoduból. – András bácsinál voltunk boldog karácsonyt kívánni. – Az angyal szárnyát közben rendbe is hozta, ugye? – kérdezte van Nagyi, mert a nagymamák előtt nincsenek titkok. – Vigyettek át nekik is mézes süteményt cserébe a jóságáért – bíztatta unokáit. – Nem hívhatnánk meg inkább vacsorára? kérdezte Annácska. Szegény, nagyon magányos, mégis olyan segítőkész volt velünk. Jó, nem bánom, egyezett bele a nagymama. Kócos is jöhet? kérdezte lelkendezve Bálint. Az egész júnyájat nem akarjátok vendégül látni? nevetett nagymama. András bácsi nem jött üres kézzel. Saját maga által a faragott betlehemet hozott a falá. Aztán elővette hegedűjét, és zenei aláfestéssel közösen elénekelték a mennyből az angyalt. Még kortos is közre működött, hangos vakkantásokkal kísérte a családi kórust. A gyertya fényben varázslatosan csillogtak a díszek, a kis angyal pedig arany szárnyaival intett a gyerekeknek. Legalábbis megmertek volna rá esküdni, hogy így volt, s ha ők mondják, akkor tényleg így is volt.